Gyermekek színi előadásait tekinthette meg a közönség Tatabányán. 24. alkalommal rendezték meg a Vörös Sándor országos gyermekszínjátszó találkozót. Idén jöttek eddig a legtöbben. Az eddigi Komárom-Esztergom megyei bemutatók közül is kiemelkedik ez a mostani. Tudnék, egy nap alatt nem tudtuk volna lebonyolítani, ezért három helyszínen párhuzamosan mennek a bemutatók. A Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban, a Puskin Művelődési Házban és itt a Vértes Agórájában. A színjátszás örömet és felszabadulást jelent a gyermekek számára. A színjátszással nagyon sokat nyernek, megismerik a világot, önmagukat, bátorságot kapnak, és még ezernyi dolgot kapnak a játék által. Érkeztek gyermekek a szlovákiai Nyárasdról, Mocsáról, Budapestről, Tardosról, Komáromból, Pilismarótról és természetesen több csoport Tatabányáról. Ez a rendezvény több szempontból is fontos volt a gyermekszínjátszás valamennyi szereplőjének, hiszen ez fellépési, illetve tapasztalat szerzési lehetőséget biztosított nekik.